A közbeszerzési és ellátási főigazgatóságtól várja a kormánya a kórházak adósság állományának csökkenését a jövőben. Ezt nyilatkozta a Híradónak az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter azt mondta, a rezsi, illetve a gyógyszerek magas ára okozza az adósság 75-80%-át. A Híradónak nyilatkozó korábbi egészségügyi miniszter viszont úgy látja, hogy a kórházak beszállítói felé áll fenn a tartozás jelentős része, akiket a megszűnés fenyeget, aminek következménye a még drágább egészségügy lehet. A becslések azok azt mondják, hogy közelíti a 100 milliárd forintot a jelenlegi adósság. A kórházak adósság állományának mértékét magyarázza a korábbi egészségügyi miniszter. Júliusi adatok szerint a fekvőbetegellátó intézmények és a hozzájuk tartozó járóbetegrendelők adóssága egyetlen hónap alatt 14 milliárd forinttal emelkedett. Kökény Mihály szerint az egészségügyi intézmények emiatt a beszállítóik felé halmozták fel tartozásukat, akik közül sokakat a megszűnés fenyeget. Ide tartoznak ugye nem csak a gyógyszercégek, hanem az orvosi eszközöket, műszereket, beszállító, karbantartók, ez egy nagyon-nagyon jelentős összeg, ők még mindig várnak a pénzükre, ott nem történt semmilyen adósságrendezés. Az energiával és a gyógyszerekkel nagyjából a 75-80%-át lefettük. Az egészségügyi államtitkár viszont a magas rezsit és a gyógyszerárak megduplázódását emelte ki, amikor az adósság rendezéséről kérdeztük. Takács Péter hangsúlyozta, a kormány a kórházak energiaszámláit már javarészt kiegyenlítette. Az államtitkár beszélt arról is, hogy a különböző intézmények felszereltsége és energiahatékonysága között jelentős különbségek vannak, amit a kormány egy új állami intézménnyel kíván kompenzálni. A közbeszerzés és ellátási főigazgatóság lett az a szervezet, ami mostantól szervezi majd a kórházaink üzemeltetését. És ez a handicap, amit az egyes kórházak szintjén gyakorlatilag lehetetlen kezelni, akkor könnyebben kezelhető válik, hogyha minden rendelkezésre álló forrás és erőforrás, és minden keletkező költség egy helyen lesz. A demokratikus koalíció szerint a kormány nem bontja ki az igazság minden részletét, amit a párt szerint az is jól mutat, hogy nem lehet pontosan megmondani az egészségügyi intézmények tényleges adósságállományát. Itt van szeptember, nem tudunk új számokat, nem tudjuk, hogy hol állnak például az egyetemek, amelyek alapítványi kezelésbe kerültek, és az ő adósságállományuk, ami nem szokott kevés lenni, nincs is benne ebbe a 70-80 vagy akár 100 milliárd forintba. Komáromi Zoltán hozzátette, az elmúlt 13 évben leginkább az energiahatékonyság növelésével lehetett volna csökkenteni a kórházak adósságállományát.